Sziasztok, elérkeztünk egy újabb túlélőhöz, és amúgy, ahogy látjátok, icipici változtatások történtek, és mit morog a kutyám? Mit morogsz? Miért morog? Mi van? Mit morogsz? Annyi változtatás történt, hogy beraktam egy textúr packet, ami egy 1000 éves textúr pack, úgyhogy valószínűleg nem biztos, hogy az összes blokkon mutatni fog, mert ugye azóta már eléggé sok verzió történt, ez meg eléggé régi verzióra készült, de valószínűleg nagyon sokan ismeritek szerintem ezt a textúrát, én is mikor kicsi voltam, ezzel játszottam egy csomót, és beraktam nosztalgia kedveként, és annyira szép, annyira tetszik. Hello Mike Lazy, de milyen csodálatos vagy. És ami még megváltozott, az bam, figyú, na ez figyú, hogy kell megfordítani. BOOM! Új külsőm van, le is vetkőzöm nektek. Mármint, nem úgy. Látjátok? Ez itt az új skinem. Na mindegy, ennyi szóval igazából. Vissza is öltözöm, mert nagyon fázom és szégyellős vagyok. Na, menjünk először aludni, mert ahogy látom, beesteledett, amióta én itten vagyok. Ez adott ki ilyen hangot? Én csak ártatlanul inni szeretnék, és már is történik valami. Aha. Úristen, most esik le! Daisynek itt a másik láma! De várjatok, megint köpködni fog. Megint köpködni fog, ez így nem jó. Na, először is ki kell nyírnunk a skeletonokat, mert engem nagyon zavarít vannak, úgyhogy gyerünk, Mike, ideje kinyírnunk őket. Áú! Cselemádi! Gyerünk! Ne meneküljél, mit menekülsz, he? Hol a másik? Mennyien vannak, most nézem. Na gyere! Háhá, nem sikerült! Gyerünk, Mike! Nyírd ki az egyiket, hol a másik? Mit menekülsz? Áú! Ügyes kis kutya, micsoda teamworkbe vagyunk. Na szóval itt van nekünk, Daisy. Jó, látod? Nézd csak, Daisy. Ott van a spanod. Megszerezzük neked, de amúgy tőle lehet kérni dolgokat, nem? Hát az meg ott mit csinál? Júj, kicsit bagos. Szegény fel lett takasztva. Bácsi! Bácsi, a lámád lóg a levegőbe. Ha? Én is azt mondom. Hello! Mit adsz? Mi? Smaragdért adsz minden? Nekem nincs smaragdom, tesó. Mike! Óvatosan! Én löktelek le? Nem én voltam. Na várjatok. Ki lehet kötni a bácsit? Ne menj el! Jól van, malac? Várj egy picit. Meg kell néznem, hogy a bácsit meg lehet-e fogni. Elkaplak. Nem tudom kikötni. A bácsit se tudom kikötni. Ez így unalmas. Mike, alacsony a farkad. Fú, de furán hangzik ez a mondat. Meg kell etetni. Gyere, nyírunk bárányt, és gyere, eszünk. Gyere, eszünk. Elnézést kérek szépen, báránykák. De szaporodjatok gyorsba mindenkit. Egyetek. Nagy legyen a beletek. És akkor most... enni szeretnék. Jaj, Mike, te ne öljé. Én neked ölök. Meg hát magamnak, mert nekem is kell a husi. Jól van, Mike, gyere. Jaj, ne, várjál, adok neked hamit. Így. Jól van. Most már nagy a farkincád. Én is eszek. És akkor menjünk innen ki, mert akkora ricsaj van, hogy csak na. Mike, gyere, bárhol is vagy. Szóval, akkor az a harci helyzet, hogy nem tudunk mit csinálni a bácsikával. Nincs is marag, ezért ki akarom nyírni. Viszont akkor meg fog... No! Kinyírta! Még jó, hogy ez Daisy nem látta. Hallod? Meghalt a másik. Te, kinyírta a tesódat. Őt kéne most leköpködnöd. Hogy húzigál össze-vissza, látod? Nem is szeret téged.
Csóróval mit csinálsz? Na jó, figyelj, neked le kell ülni, mert meg fogsz köpni. Bocsánat, nem te fogsz megköpni, ő fog megköpni, de akkor te meg fogod támadni. Na, az a harci helyzet, hogy nekem kell ez a láma, úgyhogy akkor is megszerzem ezt a lámát. És azt fogom csinálni, hogy eszek kenyeret, és kinyírom a bácsit. És akkor, hogyha elég messze megyek, mert ez volt legelőször is, hol vannak? Haló? Hova tűntek? Szóval, amúgy annyi, hogy ha elég messze megyek majd a lámától, akkor egy idő után abba fogja hagyni a köpködést. Vagy bezárjam őket? De hogy tudnám őket bezárni? Nem, nincs szívem amúgy megölni a bácsit, de nekem kell a lámája. Úgyhogy azt kéne csinálni, hogy be kéne őket valahogy zárni. Mit szólnátok? Gyorsan, várjál. Ha-ha! Bezártam őket! Na mi van? Na mi van? Na mi van? Mit nézel te? Amúgy eltűnnek? Ugye nem tűnnek el? Nem akarom, hogy eltűnjenek, mert akkor most már van egy új barátom. És akkor nem fogom őt, nem fogom Laci bácsit kinyírni. Laci bácsinak fogom hívni. És akkor ide rikkentek nekik szerintem egy ilyen kis viskót. Mit szólnátok? És akkor lehet, hogy Daisy-t is idehozom, és akkor itt van a testvérével. És akkor nem lesz magányos. Na mit szóltok? Mit szóltok? Gyorsan ide csinálok nekik egy átmeneti kis helyet. Így. Na, várjatok. Én is ezt mondom, hogy így. Good. Nagyon jól fog kinézni. Majd amikor megcsinálom jóra, mert most nagyon csúnya. Kéne neki ablak. Aha, aha, kéne ablak, aha. Emiatt csinálok nekik ablakot. És amúgy, ja igen. Basszus, el is felejtettem, hogy lényeges dolgot akartam az elején veletek megbeszélni, és amúgy igazából ez irányba haladni. Na figyelj, srácok, közös döntés, bár én nagyon szeretném, úgyhogy örülnék neki, ti nem tudom, hogy álltok majd hozzá, de nekem nem tetszik ez a ház. Egyáltalán. Most az elején odarikkentettem meg mindent, de egyre jobban kezd nem tetszeni, és mit szólnátok, hogyha én ezt lebontanám? És csinálnék helyette másikat, mert én ezt szeretném mindenképpen, úgyhogy nagyon remélem, hogy sokan azt mondjátok, hogy eje fene polla legyen, építsél egy másikat, mert hogyha nem, akkor sajnálom, mert akkor is ez lesz, csak gondoltam, megosztom ezt veletek, mert én le akarom bontani, mert nem tetszik. Nézzétek meg, hogy néz ki, annyira csúnyácska szegénykém, oké, az enyém, de akkor is, hogy néz ki? És lehetne helyére valami sokkal szebb ház, valami jó, jobb legyen, nem? Szóval ezt majd mindenképpen szerintem a következő részben elkezdem lebontani, és valami másikat fogok helyére csinálni, mert ez nekem nem tetszik. Mert olyan, nem tudom, olyan fura. Vagy itt hagyom ezt, és akkor máshova építek egy másik házat, ahol fogok lakni. Plusz. Mit szóltok? Kommentbe várom a válaszokat, ötleteket, mert amúgy építenék nagyon szívesen ide egy luxus vikillót, valami sokkal szebbet, nem is tudom, mondjuk erre felé, és akkor ezt meghagyhatjuk, de amúgy én szerintem szívesen lebontom, mert egyébként annyira nem szép, szóval most oké, fölmegyek ide és szép a kilátás, de hogyha mondjuk emeletes házat építek, akkor ugyanilyen lesz igazából a kilátás, szóval azt meg tudom csinálni, hogy a kilátást megtartom, csak sokkal szebb házból jövök mondjuk itt ki. Úgyhogy lehet, hogy le fogom mindenképpen bontani, ezen azért gondolkodjatok ti is. Én nagyon szívesen lebontanám és csinálnék helyére egy másikat, mert egyáltalán nem tetszik. Na de gyorsan megcsinálom a csávónak azért átmenetileg a kis helyét, a kis kuckóját. De úgyis le lesz bontva a ház, ezért akkor valószínűleg Laci bácsi is odébb fog menni, és hát odébb kell raknunk. Csókolom! Hogy tetszik lenni? Minden rendben? Ehe? Azt mondta, hogy ehe? Minden rendben. Csinálok ide nekik egy ilyen kerítést. Mit szóltok? És akkor ki tud innen jönni? Várjatok. Bemegyek Laci bácsihoz. Hello, hello. Egyébként kéne nekem egy balta. Nem is értem, hogy miért nem szerzek baltát, és kézzel ütök állandóan minden, mint valami kezdő. Pedig már nem is tudom, hanyadik rész ez. Úgyhogy most már illene valami. Nincs baltám! Miért nincs baltám? Na, SOS, csináljunk egy kőbaltát, úgyis annyi kövünk van, hogy csak na. Na, meg is csináltam a kőfejszécskémet, úgyhogy így sokkal gyorsabban fogok haladni. Annyi, hogy ki szökjenek, gyorsan. Gyors leszek, hello, hello. Ha!
Mondtam én, szökni próbál. Na de Laci bácsi, ne szökjél, mert éppen neked csinálom itt a helyet. Aha. Türelmetlenkedsz itt állandóan. Gyere, tessék, itt van a szabadság. De csak eddig. Na, Laci bácsi, nem jössz ki? Gyere ki. Friss levegőt szíjál. Gyere. De ne vidd már magaddal állandóan szerencsétlent. Na, meg is van Laci bácsinak azt hiszem a helye. Nem. Nem. Te nem jössz ki. Ennek olyan fura szokás. Hova tűnt? Laci bácsi maga mi? Maga? Hol a lula? Hol van? Ivott egy ilyen eltűnési bájitalt. Ezt az öreget, hát ez kész. Aha! Elég érdekes Laci bácsi. Igazi, igazi varázsló. Most nézzétek már meg, hogy néz ki, srácok, ez a hely. Most komolyan mondom. Nem így akarok aludni. Nem így akarok aludni, hanem sokkal, sokkal luxusabb. Mi a franc folyik itt? Laci bácsi rettentően idegesítő, szerintem én ki fogom őt nyírni. Hello, Laci bácsi. Mostantól szomszédok vagyunk. Így fogom őt lesni. Hogy mit csinál, mert nekem gyanús. Gyanús a Laci bácsi. Valami settenkedik. Tuti, hogy valami lesz itt. Tuti csinálni fog velem valamit. Nem baj. Most már fogságban van, ugye Mike? Fogságban van. Na! Viszont akkor most már a videó vége felé azért kezdjük el a medencét, amit itten az előző videóban is elkezdtünk szépen. Mivel már befejeztem, így terveztem egyébként, mások föl kell egyébként tölteni. Úgyhogy szerintem ezt most meg is fogjuk csinálni. Kell nekem mindenképpen vödör. És szerintem több vödröt fogok egyszerre készíteni, mert eléggé sokáig tartanom, hogyha egy vödörrel szaladgálnék állandóan a vízhez is vissza. Úgyhogy csinálok pár vödröcskét, van már egy, úgyhogy még szerintem 2, 3, 8, 16-ot fogok készíteni. Mike, ne lögdös már! Egyébként metsző olló sem rossz ötlet, nem tudom, hogy van-e már metsző ollom, de meg kéne majd nyírbálni a birkákat, mert van végre színes gyapjú, és azzal a színes gyapjúval is egyébként kezdhetnénk valamit. Mindenképpen valamit ki kéne találnunk, mondjuk szerintem megcsinálhatnám egyébként majd a padlót, hogyha elkezdem a luxus vikillót készíteni, és lebontom mondjuk azt, vagy építek helyére másikat, akkor majd csinálhatnám a padlót birkaszőrrel. Ez eléggé elit, nem? Na, akkor kezdjük amúgy innen szerintem. Ujjjjjjjjjjjjjj. Úgy menekültem a víz elől, mintha láva lett volna. És akkor haladjunk így szépen sorba, és ez rettentően sokáig fog tartani. Itt meg kéne csinálnom ezt a lépcsőt, hogy ne ugrálgassak fölfelé, hanem csak így fölsprintelhessek. De most nincs kedvem megcsinálni, mert most először ezt kezdjük, mert mindig az van, hogy mindig elkezdek valamit, és rögtön abba hagyom. Úgyhogy most már tisztességesen befejezem, még hogyha rettentő sokáig is fog tartani. Mike, ne úszkáljál, mert még kés sincsen. Mondom, hogy imádja a vizet, állandóan jön, megy. Mike, gyere már ki, hát nem hiszem el. Kifelé. Gyerünk. Nem, nem ugrálsz be, menj ki. Mike. Tada! Konfettit ide! És visszamegy, nézzétek meg! Kijön, meg dödödödőzik, és visszamegy! Hát ez hihetetlen cuki, amúgy nem tudok rá haragudni! Na, nézzétek, kész a hiper-szuper sirály medencénk! Na, ezt szkubizzátok! Mike imádja, én is imádom! Ugye, Mike? Együtt fogunk itt pancsolni! Mike-nak nagyon tetszik, látjátok? Rendesen élvezi és úszkál! Hogy lehet valami ilyen cuki? Hogy lehet ilyen cuki? Na, ennyi lett volna ez a rész. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Egész jól haladtunk szerintem, meg egész sok mindenről beszéltük. A medencét most már ki is pipálhatjuk egy nagy pipával. És amúgy sok ötletet írtatok, hogy mi legyen itt a medence mellett, meg itt mi legyen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy fogok válogatni az ötletekből. De akkor ki is pipálhattuk ezt a listáról. Illetve, amit mondtam, azt mindenképpen gondoljátok át, meg minden, hogy mi legyen majd a
kecóval, mert én tényleg amúgy leszeretném bontani, úgyhogy erről beszélgessünk mindenképpen, és írjátok le nekem kommentbe, hogy mi a véleményetek róla, hogyha le akarom bontani, akkor mondjuk miért építsek hoz helyére, vagy bármi. Mert én amúgy szívesen lebontanám, és ezzel elkezdenék foglalkozni, mert nekem nagyon nem tetszik, és megcsinálnám szívesen másra. Remélem, ti is nyitottak vagytok erre a dologra, úgyhogy mindenképpen jelezzétek kommentbe, illetve Laci bácsinak kéne valami másik helyet majd kitalálnunk. Mert hála ég, még itt vannak, remélem nem tűnik el, ugye nem fogsz eltűnni, Laci bácsi. Nem akarom, hogy eltűnjön, úgyhogy velük is kell kezdeni valamit. És arra is gondoltam, még most jutott így eszembe, gyorsan megosztom veletek, hogy esetleg még ezt a házat valahogy fel kéne újítani, esetleg vagy luxussá tenni, nem tudom. Írjátok tényleg nekem kommentben, mert fogalmam sincs, hogy mit kezdjek ezzel. Én legszívesebben tényleg az egészet lebontanám és a helyére építenék teljesen mást. De mindenképpen szeretném, hogy ti is részese legyetek ennek, úgyhogy majd jelezzétek tényleg a komment szekcióban, hogy hogy legyen. De egyébként szerintem tényleg tök jól haladtunk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl, hogyha még nem vagytok, és akkor majd a következő részben találkozunk. Sziasztok!